ha ennyit játszik az ember meg ilyen sok éven keresztül, azért az mégiscsak ad egy képet arról, hogy ezek a költőzsenik mit jelentenek az embereknek. József Attila, Ellen Ginsberg, Ady Endre, Víjon. Csak néhány név azok közül, akiknek életét és munkásságát színpadra vitte Földes László Hobó. Két folyamatot lát, mondja. Egyrészt a média a celebritások mindennapjaival árasztja el a nézőket, miközben ő maga 120-130 előadó esten lép föl, és azt tapasztalja, megvan az érdeklődés a kultúra egész más szintje iránt is. Azt látom, hogy a magyar kultúra az, amit én próbálok szolgálni, az nagyon is ott van a felszín alatt. Tehát előbb-utóbb ezek a nemzedékek, akik akiket a tévé előtt nemzettek, vagy a tévé előtt nőttek fel, vagy ezekkel a készülékekkel élnek, már azon kommunikálnak, előbb-utóbb csak megunják ezt, mert hát ez műanyag. Tehát ami most születik, az olyan zene van, például, hogy csak a saját területemről beszéljek, hogyha most kellene elkezdeni zenélni, akkor én nem zenélnék. Azokat a nemzedékeket fölmentem az elől, hogy ők ezt nem ismerik, mert ez a tanárok hibája, meg az iskolarendszeré, vagy a... Szóval az, hogy hagyják, hogy legyőzze az internet, meg a Facebook, meg a nem tudom minden, hogy legyőzze az olvasást például. Maga az olvasás az egy óriási erkölcsi bázis is abban a szempontból, hogy egy fiatal gyerek el tudja dönteni, hogy mi a jó és mi a rossz. Hogy nem a moziban vagy a televízióban látja, hanem végigolvas egy Dumát, vagy egy Viktor Hugót, vagy egy Gárdonyi Gézát, vagy Ottlieb Gézát végigolvas, akkor hogyha ez van türelme, és ezt végig tudja csinálni, akkor az nagyon sokat segít neki abban, hogy el tudja választani egymástól a dolgokat. A baj az, hogy az olvasási kultúra az hanyatlik nagyon erősen, amit szintén meg lehet érteni, mert ilyen a világ, de az, hogy a média és a televízió átvette a kulturális uralmat, ennek súlyos következménye lesznek. Ömlik az információ egymással szemben, politikailag is, morálisan, különösen, szexuálisan, és így tovább. És a felnővő gyerekek olyan információ dömpingben élnek, hogy alig van segítség, alig kapnak segítséget abban, hogy elválasszák a dolgokat. Például, mert a szüleiknek is bizonyos értelemben védekezniük kell, hogy megtartsák magukat tisztességesnek, erkölcsösnek, legyen hitük, vagy emberségük. Annyiféle gyalázat történik a világban, elsősorban a politika, másodszorban pedig a média jóvoltából. Ott ült a császár, dúshajában 7 csillag volt a diadém. Rabszolganépek térden állva imádták, barna köldökén a göncöl forgott, válla balján lámpásnak állt holdkorong, de a bohóc sírt trónja alján. Én azzal, amit csináltam a zenében, vagy csinálok így, a költészettel sohasem vettem célba senkit, nekem nem volt célgenerációm, hogy most akkor 16 éves kislányok libidójának játszom, hogy az értelmiségieknek, vagy a csöveseknek, vagy nem tudom, mindenkinek játszom, aki eljön, és azt látom, hogy eljönnek. Ez egy óriási dolog, hogy ha nincs a Covid, akkor én egy évben 120 előadást játszom. Ez azt jelenti, hogy hát hogy játszom, nem az én dicsőség, eljönnek az emberek. És én olyasmit játszom, amit érteni, meg érezni kell. A zenét is. Aki nem érti a szöveget, az elmarad. Az én koncertjeimen is. Hobó legújabb elkészült produkciójában visszatért a Vadászat című ikonikussá vált anyagához. Vannak ilyen foglalkozások, vagy mint például a papság, vagy a kurvák, vagy a vadászok, vagy a katonák, ezek mindig minden történelmi korban voltak, meg szerintem lesznek is. Érdekes mondom, bankárok azért nem voltak mindig. Én annak idején, amikor ezt a 84-ben vagy mikor csináltam, akkor a Póka Egonnal, akkor se igyekeztem aktualizálni, hanem inkább elemeltem. Tehát, hogy a
mitológia, a történelem, az akkori valósága, a mesevilága, mindenféle dolog keveredett. Igazából a helyszín volt az érdekes, az erdő, ami akkor, amikor én voltam mondjuk 40 éves, vagy amikor voltam 16, akkor az erdő volt az én számomra, volt a szabadságnak a helye, ahova el lehetett, oda mentek a mesefigurák, a partizánok, a vadállatok, a Robin Hood, nem tudom, szerelmesek, én is vittem lányokat az erdőbe, vagy az erdő szélére, lehetőség szerint ne kell nagyon sokáig menni. És nem aktualizáltam ezt a dolgot, ezért ennek az érvényessége az mindmáig hat mások szerint, akik ezt figyelik, a hatását, vagy a helyét, vagy értékelik. Ma már például az erdő nem csak hogy pusztulóban van az egész földkerekségen, hanem már nem tud menedéket nyújtani, mert egy műholdról megszámolják, hogy hány szarvas van egy erdőben. Már arról nem beszélve, hogy esetleg, hát nem tudom, valaki lázadók vagy csavargók se tudnak ott elbújni, mert már látják őket, meg is számolják, meg még arcfelismerő programok is vannak, amivel megtudják, hogy kicsodák. Tehát a szabadság az egy másfajta formában veszik el, mint eddig. Eddig azért lehetett hova bújni. Én már nem tudom, én 1922-ben megírtam, hogy nincs hova bújni, a világ utolér. Itt jön Ludas Matyi, libáját megette, hátrányos helyzetű, nem megy egyetemre. Gyerek marad mindig, hősnek kissé gyönge,